A mezőgazdaság az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat. Ma már olyan technológiákkal dolgoznak a cégek, amelyek néhány évvel ezelőtt még szinte elképzelhetetlenek voltak. A drónok hatalmas segítséget jelentenek a gazdászoknak. Egyfelől nagyon nagy területeket lehet velük monitorozni, így akár több kilométerről is ráláthatnak számos jelenségre. Emellett a növényvédőszerek hatékony kijuttatásában is jelentőségük van. Én azt gondolom, hogy egy modern gazdálkodás már elképzelhetetlen drónok nélkül. Az, hogy itt most csak a monitoring drónokat használja a gazdálkodás, vagy a monitoring drónokat és a permetező drónokat is, az egy olyan kérdés, ami gazdaságonként változik. De az, hogy kell-e ezt használni, az azt gondolom, hogy nem lehet kérdés már senki számára, hiszen ezek a technológiák, ezek hatékonyabbá teszik a gazdálkodásunkat, profitábilisabbá teszik a gazdálkodásunkat, és ami talán a legfontosabb, hogy fenntarthatóbbá teszik a mezőgazdasági termelést. A frissen végzett pilóták csütörtökön délelőtt tették le az utolsó vizsgáikat. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is számot adtak a tudásukról. A hallgatók a legmodernebb drónokon tanulhattak, és arról is ismereteket szereztek, hogy hogyan tudnak a drónok és a földi gépek együttműködni egymással. Az oklevelek átadóján elhangzott, a képzés elengedhetetlen a jövő mezőgazdasága számára. Ezt már több vállalkozás felismerte. Lényegében azért jelentkeztem, mivel a munkahelyről küldtek egy ilyen lehetőségre, hogy képezzenek tovább. Én ezzel éltem, ugyanis előtte is érdekelt ez a dolog, és ezért kaptam a lehetőséget, hogy ezzel foglalkozzak. Dr. Gyurica Csaba, a materektora arról beszélt, az agráriumban egyre komolyabb szakismeretet igénylő eszközökkel kell dolgozni. Ezek használatához elengedhetetlen a naprakész tudás, amelyet folyamatosan fejleszteni kell. A MATE 2023 elején indította el a drónpilóta képzést Szarvason és Keszthelyen, és mára már több mint 100 oklevelet osztottak ki. A visszajelzések és a jelentkezők száma azt mutatja, hogy igény van erre a tanfolyamra. Ez az a képzés, ami nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan lehet és hogyan kell alkalmazkodni ahhoz a dinamikus változáshoz, ami a mezőgazdaságban napról napra látható és érzékelhető, hiszen a szaktudás megszerzése nem ér véget ma ott, hogy valaki átveszi a diplomáját. Nagyon gyorsan elavul ez a szakismeret. A precíziós technológiáknak, az informatikának, a robotikának, az űrtechnológiának köszönhetően a mezőgazdaság rohamléptékben fejlődik, ehhez viszont képzésekre, tovább képzésekre van szükség. A frissen végzett drónpilóták bekerülnek a NÉBIK rendszerébe, ahhoz azonban, hogy megtartsák az engedélyüket, két évente ismeretfrissítő vizsgát kell tenniük.